Öt évente rendezik meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztújítását. Pénteken jön el ennek az ideje, a kamarai tagok a megyei küldött gyűlés tagjaira adhatják le szavazataikat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 42 helyszínen adhatóak le a voksok pénteken reggel 6 és este 7 óra között. Ezen a napon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálatai zárva tartanak. Ez egy országos választás, minden megyében zajlik választás, megyei küldöttekre lehet szavazni. A Magusza és 17 társszervezet, ami lefedi a teljes mezőgazdasági feldolgozókat, a termelőket, gyümölcstermelőket, állattenyésztőket, szóval minden érdekképviseleti szervezet társult itt a Magusszal, úgyhogy ezek állítanak jelölteket, és ez egy listán szerepel, ez 90 fő a mi megyénkben, itt elég nagy a taglétszámunk, és ahhoz van meghatározva ez az arány, hogy hány fő minden megyébe változhat ez esetleg a tagok vonatkozásában. Itt 43 ezer tagot fog képviselni ez a 90 fő, akit most megpróbálunk megválasztani minél nagyobb létszámmal. Országosan is nagy jelentősége van a magas részvételi aránynak, az ugyanis nagyobb érdekképviseletet jelent Brüsszelben. Mint azt a Kamara megyei szervezetének elnöke elmondta, a közös uniós agrárpolitika a hazai agrárium számára olyan szigorú feltételeket támaszt, ami csökkentheti az ország élelmiszer előállításának hatékonyságát. Ennek a szabályozásnak az enyhítésére nagy szükség volna a mezőgazdasági vezetők szerint. Érezzük most a nyugati féltekéről, hogy a zöldek olyan pozícióba kerültek, hogy sokszor ránk szeretnének a gazdálkodókra olyan eszközöket, növényvédőszer kifonásra gondolok, ilyen környezetvédelmi előírásokat erőltetni, ami úgy gondoljuk, hogy a mi termelésünk jövedelmezőségét már akadályozza. Nem fogunk tudni olyan minőségű alapanyagot termelni, illetve csökkenhet a termelés mennyisége is. Ez ellen nekünk majd védekezni kell, és ezeknek a megjelenítése, én úgy gondolom, egy erős felhatalmazással lehetne pozitív. Rácz Imre kiemelte, a Kamara megyei szervezetének legfontosabb tevékenységei közé tartozott a jégkármérséklő rendszer kiépítése, amivel tavaly például 43 milliárd forint értékű kárt sikerült megelőzni. A közeljövőben pedig a felszíni víz hasznosításán dolgoznak, ami csaknem 140 milliárd forintos beruházást jelent.